Jó reggelt kívánok a nézőinknek, folytatódik az ATV Start, a közéleti magazinunk. Már is mutatunk önöknek egy ábrát itt mellettem a plazmán, és miközben ennek a részleteit önök egy kicsit ott a TV képernyői előtt emésztik, mert hogy nagyon megdöbbentő számokat láthatunk rajta, addig én elmondom, hogy egy kutatás felmérései szerint a magyar fiatalok mind az alkoholizálásban, mind a drogfogyasztásban és az élmezőnyben vannak így európai szinten, és ráadásul egyébként ebben a kutatásban még nem is szerepelnek azok a fiatalok, akik a legnehezebb helyzetben vannak, úgy mint például az intézményiség, vagy pedig az iskola elhagyók, de ide tartoznak egyébként a tanulási nehézséggel diagnosztizáltak is. Tehát gyakorlatilag, hogy otthon ül most egy szülő a képernyő előtt, és azt gondolja, hogy az én gyerekem biztosan nem, lehet, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy lehet, hogy mégis bevonódik ebbe a közegbe. És ami a legmegdöbbentőbb ebben az egész helyzetben, ami ma a fiatalokat érinti, az talán az, hogy a designer drogok fogyasztásában a magyar fiatalok az élen végeztek, és ide tartozik a ma már említett egyébként Elf Bar is. Hogyha valaki most azt nem értette, hogy miről beszélek, azon nem csodálkozom, ezzel a szóval én is néhány hete találkoztam először, de már is képbe fog minket hozni Zaher Gábor, toxikológus. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt, ha beleszólok rögtön. Mondja kérem, bocsánat, amit mondod, de ennek a fele nem volt igaz. Komolyan? Fele nem volt igaz, és rettenetesen rossz retorikát használt, mert egy csomó dolgot kevert, és ebből szerintem olyan dolog jött le a nézőknek, ami abszolút butaság. Még akkor egy, mondhatjuk is, hogy jó hír. Nem, mondom. A designer drog az F-bárra nem összekeverendő. A designer drog tök más. Drogválasztalát szempontjából a magyar fiatalok nincsenek európai vonalában. Messze-messze átul le vannak maradva. Dohányzás szempontjából, ami volt, bocsánat, amit tetszettek látni, az azt jelenti, hogy egy harmada a fiataloknak havi gyakorisága rágyújt, nem nikotinfüggő. Dohányzás szempontjából felnőtt lakosság, harmadikak vagyunk az Unióba. Ez egy fontos dolog. Az alkoholfogyasztás szempontjából a 16 éves fiúk másodikak, a lányok pedig negyedikek, ugye az alkoholra igaz, a kábítószerre, dohányzásra azért sokkal-sokkal kevésbé. Mondom, a designer drogot nem szabad keverni az F-bárral. Teljesen más dologról van szó. Ezt nem is kevertem egyébként, de a bekötésnek egyébként de rossz volt a bekötés, volt, és abszolút félrevezethető. Mert egyébként nagyon-nagyon sok ilyen cikket lehet olvasni, hogy a fiatalokat egyébként tényleg érinti a designer drogok fogyasztásában az, hogy rengetegen bevonódnak, vannak, akik divatból csinálják és felhasználok is, de ez jó, hogyha ön szakemberként egyébként tudta egyébként korrigálni. Ez nem jó, szerintem ez egy rossz mert retorika. Mert hogy szülőként persze meg is érinti az embert, hogy úristen, mi lesz majd a gyerekkel, hogyha arra megyünk, de akkor ezt tisztázta, ezt lépjük is túl, mert akkor kérdezem, hogy mi az F-bár, mert viszont azt szerintem sokan nem tudják, mert én 38 éves vagyok, tehát mondjuk, hogy nem mondjuk annyira leszakadva a fiataloktól, de én se ismertem ezt a kifejezést, hogy egyáltalán milyen terméket, milyen dohányterméket akar, úgyhogy erre azt kérem, hogy akkor tisztázzuk elsősorban, hogy mi az F-bár. Igen, ez tulajdonképpen egy izzító rúd. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ez körülbelül ilyen hüvelykújnyi vastagságú, talán ilyen hosszú, a végén van egy szopóka, a másik vége le van zárva. Én szétszedtem egy ilyet, van benne egy kis tartály, ebben a tartályban van az a folyadék, amit tulajdonképpen az izzítás során ugye majd elpárologva bekerül az ember szájába, tüdejébe, és ezt kifújja, és van benne egy kis elektronikai rész. És tulajdonképpen ez egy zseniális ötlet, azt kell, hogy mondjam. Mert nem arról szól, hogy pucolgatni kell, töltögetni kell, ez 1500, 3500, 6500 szívásra jó. Persze vannak újra tölthető, stb. Című dolgok, de összességében ez egy illatos olyan dohánytermék, amelyikben van 2 vagy 5% nikotin, de létezik belőle olyan is, amelyik nikotinmentes. És az egésznek az a rákfenéje, hogy jó. Na most ettől a pillanattól kezdve, például az a mondat, hogyha a gyereknek... Már hogy az íze jó vagy ilyen? Kellemes, abszolút. Hogyha az ember azt mondja mondjuk a gyereknek, hogy fiam, hát büdös leszel, hogyha dohányzol, a szád, a hajad, a ruhád, ez itt meghalt ez a mondat, amit hosszú-hosszú éveken keresztül tudtunk mondani a gyerekeknek, és egyelőre egy valamit tudunk mondani, hogy ebben az F-bárban pontosan nem tudjuk, hogy mi van. És ez a nagyon gáz, mert beszélünk már róla 2 hete, de még pártunk és kormányunk nem vette magának ezt a fáradtságot, hogy azt mondja rá, hogy kérem szépen, ott van ilyen, olyan, amolyan intézet, szedjetek már szét egy F-bárt, azt nézzétek már, mert így néznek ki különben, nézzétek már meg, hogy mi a rosszabb van benne. Egy vegyész számára ez egy egynapos munka, és akkor van egy lista, és a listában le van írva, hogy ez van, ez van, ez van, és akkor pontosan tudjuk azt, hogy igen, a nikotin az függőséget okoz, de hogy a többi benne lévő egyéb alkotórésznek milyen hatásai lehetnek mondjuk a légzőrendszerre, esetleg felszívódva a szisztémásan a szervezetre, erre egyelőre még csak találgatni tudunk. És pontosan ez a gáz, az a legegyszerűbb, hogy betiltjuk. Ha betiltjuk,
biztosítottuk, akkor innentől kezdve a fejünket a homokba dugjuk, de biztos, hogy itt valami háttérmegegyezés van a nagy dohánygyárak és a kormány között, mert abban a pillanatban, hogyha ez legálisan kapható le, persze 18 év fölött, stb. A dohányboltokba, akkor abban a pillanatban mondjuk egy nagy dohánygyárnak, ez egy 25-30-40%-os veszteséget jelentene, mert hogy ezt szívnák. Hogyha legálisan kapható lenne, mert ugye elvileg ezek a termékek nem legálisan kaphatóak. Hát abszolút. Így van. Így van. Érdekes, hogy az ember megérkezik Esztergomba, átsétál a hídon, már Szlovákiában, és az első utcán balra már abszolút legálisan ezt megveheti. Persze az EU-s országok különböző jogszabályokat alkalmaznak, hogy mi tilos, mi nem tilos. Én azt gondolom, hogy itt a dohánylobbival történő megegyezés áll a háttérben, és nagyon jól el lehetne majd akkor helyezni, hogy azt mondom, hogy nem dohányzom, az a nulla, és a másik véglet mondjuk, amikor elszívok két doboz munkást, ami ma már ugye nincsen, ártalom, és hogy a kettő közé hova lehet tulajdonképpen besorolni egy elvbárt. És világos, hogy itt nem mondjuk arról a felnőttről van szó, aki mondjuk dohányzik 45 éve, és akkor neki egy alternatíva lehet esetenként, meg kisebb a nikotinbevitel, nincs papír, a papír égése során egy csomó olyan dolog keletkezik, ami azért nagyon-nagyon káros. Szóval azért lenne jó ezt az egészet úgy tisztába elhelyezni, mert akkor szerintem sokkal egyszerűbben működne ez a dolog, és persze biztos, hogy egy ilyenből lenne adóbevétele is az államnak, és az most persze az is egy fontos dolog, ugye, de én úgy gondolom, hogy itt a felvilágosítás meg a tiszta kommunikáció az, ami nem lehet, hogy itt egyébként csak időbeli eltolódás van, hiszen az e-cigarettákat és ezeket a dohányzást imitáló termékeket már betiltotta a kormány, tehát azokat sem lehet legálisan e-cigarettákat? Nem tiltotta még be ráadásul? Tehát, hogy az, mert hogy ugye van különbség, nem, annak az illatosított variációját, az illatanyagokat, azokat ennyit tesz, nem lehet, ennyit az ember nem dohányzik, hanem a, ugye, hanem a hagyományos, hanem a hagyományos e-cigarettát, sokan szívják ezt az IQOS heavy tourudat, szintén sokan hívják, de mindezt, amilyen illatosított, azokat nem lehet ma Magyarországon gyakorlatilag forgalmazni, és innentől kezdve ugye ez világos, hogy a fekete piac erősödik, de gondoljon bele, hogy a tiltás. Hát volt ott ugye alkoholtilalom Amerika. Értek el vele valamit? Persze, az, hogy a fekete piac hihetetlenül megerősödött, és valószínűleg ugye most a NAV-nak ugye az lesz a feladata, hogy itt ugye az elfbaristákat, azokat tulajdonképpen üldözze, és akkor azokat azt nem értem, ellengére akkor, bocsásson meg, és lehet, hogy még mindig engem kell akkor képbehozni, hogy ez az elfbár, akkor nekem ezek szerint egy márkanév. Tehát, hogyha e-cigaretták eddig is voltak, persze. Akkor ez csak egy változat. Ezt éppen ennek nevezték, és nézze meg, hát ez csak egy pici ugye a variációból, hogy ezek milyen illattal léteznek. És ugye tényleg a másik az, hogy amikor az ember ugye ezt gyakorlatilag szívja, és ennek a veszélyét én abban látom, igazából egy, hogy nem tudjuk, hogy miről van szó. Másik az, amit mondtam, amivel kezdtem, hogy ez jó. Most ettől a pillanattól kezdve, hogy ez jó, kellemes illata van, nem ad az embernek olyan szájiszt, nem köptőleződett sárgát az ember, hogy mondjuk ez a fiatalok számára egy divat. Ugye, hogy ez járványként terjedt el, hogy nem a cigit szívod, és ez a menő. Most ez ellen a fellépés szerintem nem a tiltás. Akkor viszont, hogy a hibás felkonfom ellenére, akkor abban is segítsen nekem, hogy ma a magyar tinik között ez a típusú termék, ez mennyire van jelen? Nem tudjuk, de ott van. Tehát az már biztos, abszolút, hogy itt van, hát csak magam is láttam már számtalan esetben, amikor a 17-18 éves eladta a 12-13 évesnek az elfbárt, és ezek olyan 3500-4500 forint körül vannak ezek, ami nagyjából ugye rá van írva, hogy hány szívásra jó, ez például az 550-es, de mondom, van ennél több is, és az nagyjából becsléseink szerint körülbelül olyan 30-40 cigarettának felelhet meg mondjuk egy 1500-as elfbár, amivel ugye 1500-at lehet tulajdonképpen slukkolni belőle. És utána, ami még viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ez ugye elektromos hulladéknak számít. Szóval ez nem az, hogy akkor elegánsan kidobom ugye a kommunális hulladékba, hanem ezt ugyanúgy, mint hogy a mikrohullámú sütőt sem dobjuk ki a szemétbe. Ez is pontosan nem ugyanúgy újra tölthető kell. Valami. Van ebből újra tölthető variáció is. Van, de ebbe tényleg pont az a zseniális, nem jár hamuval, semmi, ezt utána az ember fog, és mit tudom én, leadja egy elektronikai szakboltba, ahol bedobják ugye ott az elektronikai hulladékot. Hát reméljük, hogy sikerült egy kicsit megsürgetnünk akkor az intézkedéseket, bár sos értem, hogyha valaki például az alma ízére vágyik, akkor miért nem egy almát teszik meg, de akkor ez legyen egy következő beszélgetés tartalmaz. A Herr Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgetünk, köszönöm. És kicsit helyesbített és képbe hozott minket.